Mindenkinek, az Alex vagyok. Ismételtem. Na szóval, akkor folytassuk. Ott tartunk, hogy ki kell nyírni azt a köcsögöt, és valami jó kis pofás autóval kéne kinyírni, ami gyors. Ez jó lesz. Can't go out empty-handed. Jött ellen fegyver. Ha. Hú, de sietek. De milyen jó, hogy még ez is benne van, hogy nem mehetsz fegyver nélkül. Ha. Ja, mondjuk persze Vincenzo-tok elkérni ezt a szart. Hey, you got some heavy-duty gear for me, Vincenzo? You need to pick this guy off at a distance, right? So I dug out the best weapon for you. The military trains by mounting a sight on this standard rifle, similar to a hunting rifle. I got hold of a Mosin Nagant rifle. It's produced here, but the Russians upgraded it to a marksman's rifle. It's a good, precise weapon. It looks interesting. I hope it works. Well, Tom, take a decent handgun, too. You never know who you might bump into. Ain't that the truth? Thanks. Hát igen, sosem lehet tudni, hogy kivel akadok össze. Milyen idiótával. Vagy épp veled. Na szóval. Maybe Ralphie has something for me. Baszd meg, hát nem igaz! A faszom ott szerelte a kibaszott autót. Csezd meg! Hey, Tom, I have this for you. It's a sensible, spacious, and solid car. I think you'll like it. Yeah, and you can get into it real easy. Hey, when I can. Thanks, Ralphie. Jó, akkor menjünk ezzel. A mázzal nem lehet. Nincs lehet, csak... akkor menjünk ezzel. Egyébként ma már miért nem divat a... ja persze, azért már ellopják. A kereket annó még kívül hordták. Mert annak idején még nem volt annyira divat ez a nagy ellopom a kerekedet, vagy ellopom amit van című történet. Ma viszont már igen. Ma már mindent ellopunk. Ha nem őrizzük, sajnos. Úgyhogy ma már mindent a csomagtartóban kell őrizni. Na, az Intermezzo 4-jel kapcsolatban, amit Tomi mondott, az sajnos tényleg így van. Az vagy manapság nagyon nehéz bárkiben is megbízni. Még erről már beszéltem korábban. Mindig, de tényleg mindig kell valaki, akivel megbízhatunk. Gyerekkorunkban még mások vagyunk, ott még sokkal pozitívabbak mindenki felé. Mindenkivel a jót látjuk, a jót keressük, vagy úgymond, ami a számunkra fontos és hasznos lehet. De ezt nem mindig találjuk meg. És gyakran olyan embereket választunk, akik visszaélnek ezzel. Rossz embernek szavazzuk meg a bizalmunkat. Itt inkább a nők szokták elcseszni, mert rossz pasit választanak, rossz pasiba zúgnak bele, rossz pasitól szülnek. Aztán utána meg csodálkoznak, hogyha elcseszik. És egész egyszerűen egyedülálló anyák lesznek. Hát, és ha más díjuk van, találnak egy olyat, mint én. De tényleg ez azért elég szomorú, hogy tényleg rengeteg az egyedülálló anya. Hey, mister, can't come in here. We're working. Ha megadom. Hey, what are you doing, Mac? You can't go in there.
You deaf? És ez hívja ránk a zsarukat, bajzd még. Le kellett volna lőnöm. De hát én jó ember vagyok, én nem lövök le ilyen embereket. Szerencsétlen csak élni akar és dolgozni. Megélni valamiből. Nem? Ez kell nekem. A kedvenc Colt. Amikor összejátszottam, mindenhova benéztem. Voltod. Nem, az. Sajnos egy nem Colt volt. Watch it. He's coming for us. Nem, titeket akarlak. Csak itt vagytok, az a baj. Fucker már! You swine, I'll cut you. Ennyi vagy? Hú! Még valaki akar még itt velem szarakodni? Na pumpáljunk. De viszont tetszik ez a környezet. Jó, jó itt van a víz. És ide építettek egy börtönt. Egy régi börtönt. Ami azóta megszűnt. Akkor is bejön. Nem tudom miért ez így bejön. A víz ahhoz képest, hogy ahogy meg van csinálva, még így is hangulatos. Érdetlen. Here. Huh. Igen. Hol is volt a gyógycsomag? Valahol itt van. Hú, hol a gyógycsomag, basszus? Tudom, hogy van gyógycsomagunk. Ja, lent van, persze lent van. Ha jól emlékszem. Miért van nálam? Ez kell. Á,
Általán tudom, hogy hajó csomag. Ah, fucker! Na jó, vágjunk egyet. Watch it. Ah, you bastard, I'll kill you! Help! Help me, someone! Ha ha ha, die! Dead anyway. Vagytok még? Na végre. Na szóval. Még jó, hogy itt volt mentés. Ezt itt elég nehéz megcsinálni. Legalábbis időnként. Basz meg! Jó, egy kis erő. Jó, Istenem. Nem igaz, basz meg. Mi a faszom van? Mi az, hogy nem sikerül? Mi a kurva? Anyád! Erre meg leesek. Még arra sem voltam meg. De arra mi van? Látok arra van? Azt a bagot, bazd meg! Szép. Na jó, nem szarakodok. Utas darulat pofádat. Nesze! De szemétláda! Na csak megdöglötté! Aha. Ez rossz ötlet volt. Nem baj. Nem baj. Nem semmi, így lemész árulni szegény kutyikat. Az meg. Mind a kétszer mellé, jó van. Hú, de sokára sikerült ez, bazd meg. A körbe szálltok. Ne szívas! Miért nincs itt az autóm, baszki? Ah!
Itt. Ennyit erről. Na szóval, mielőtt oly sok idő után sikerült befejezni ezt. Szóval... De, hogyha fellöktem egy nyomorúságos szemetes kukát. Na végre! A bágos kurva szád! Fú! Na szóval! Hogy harmadszor is belekezdjek! Szóval elmondtam, hogy a fiatalok máshogy gondolkodnak még. Egyébként én is másmilyen voltam. Még annó. Nagyon annó. Sokkal pozitív voltam, aztán rájöttem igazából, hogy milyenek az emberek, és... hagytam mindenkit a fenébe. Így van egy-két barátom. De rájuk azért legalább lehet számítani, persze, mivel hogy nekik sincs olyan hű, de sok lehetőségük, így annyira nem. De legalább amikor kell, ott vannak. Na tényleg az, aki, mondjuk az sem mindegy, hogy melyik, milyen iskolába jársz, milyen emberekkel találkozol, mennyire vagy szerencsés így. Társaságügyileg. Mert tényleg olyan emberekkel hoz össze az élet, akiknek úgymond befolyásosak a szülei, vagy ők kerülnek olyan helyre, akkor azért az megint más. De ott mondjuk az az életük is elszálltabb, mert sokan keresik az elsőséget. Bár tisztelt a kivételnek. A rohadt anyád! Hogy lehetek ennyire gáz? És mosolyog a pofámba, te... Na. És aki meg mondjuk sima, hogy csak lenyomja az iskolát, nem jön ki jól az osztálytársakkal. Aztán meg... felnő és annyi, és nincsenek igazából barátai. Ő társadalmilag halott valamilyen szinten. Nehéz tényleg beilleszkedni bizonyos közegbe, főleg, hogyha kicsit különc is vagy. Már végül is, mi a mai társadalom? Iszik, cigizik, drogozik. Jó, a drog tisztelt a kivételnek, de a legtöbben isznak, cigiznek. És ez sajnos... elég szomorú. Amíg erről már beszéltem korábban, a ciginek igazából csak a társasági, társaság miatt van haszna. De amúgy semmi. Tehát, elméti a társas kapcsolatokat a cigid, és közben sokkal többet tudsz beszélgetni. Kapcsolódásként. Na, közeledik a játék vége. A job is just for relaxation, boys. There's an import firm that brings in lots of luxury goods from around the world. Yesterday, another boatload of goods came into the harbor, and I have a taste for a few of the items on the list. What do they got that we don't have, sir? Well, I haven't smoked a decent cigar in a long time, and they have almost a ton of them. Cigars? Yeah, cigars. Something strange about that? Customers in our nightclubs are interested in good quality cigars, but they're expensive and difficult to get. If we manage to get a truck full of the best cigars, we could make as much money as we would off a bank job. What? Oh my God, just bring me a truckload. Paulie, explain it to them. Okay, it's like this. Paulie, what the hell is going on? How the hell would I know, Tommy?
Rather just snare a truck full of expensive cigars. The Don wants them and it makes us money. So it's up to us to get them. It just seems a bit small time for him. Forget about it, Tom. Cigars we gotta steal are packed in crates at the harbor. We need to get them to a truck and leave the harbor. First, we have to get in. How do we do that? There's a tougher guard at the harbor now than when Morello was around. Exactly. Brute force won't work. So we're gonna play this one cool. We'll just nab one of the trucks while they're moving goods around the city. Their trucks have signs on them that say Atlantic Import. We'll wait for one to come out of the harbor, follow it to a nice quiet place with no cops, then block its path. A few shots into the air or to get the driver out. Once we take his papers, one of us can get into the harbor. So we're gonna kill the poor bastard? Nah, it's too much hassle. So long as we get him out and get everything he's got on him. You'll take the truck to the harbor, Tommy. Load it up with the crates of cigars, then we'll meet at the agreed place. I'll load them up alone, unload them alone, and then maybe I'll smoke a few. So what are you gonna do? We'll wait a little away from the harbor at the agreed place. If somebody starts tailing you, we'll deal with them. Then you take the truck to the handoff point. Yeah, right. How will I recognize these crates? We'll have a sign on that says Scorsese Import-Export. And the agreed place? We'll go there and I'll show you. Yeah. First we'll go there, and then we'll get the truck. So let's go. No. Jó, takarodjál már. Jó, meg lett tölve. El lett temetve. Most tűnés. Na, gyerünk már. Nem érek én erre le. Hey boy, so what'll it be? Get Tom here a bat and a gun, and get us two Thompsons. Okay. Hát bazd meg. Nekem mindig csak a legszarabb fegyvereket adják. Yeah, thanks. Ha! Nekik meg profi fegy, és még mosolyog is a kecseg. Thanks, Vincenzo. Nekem is Thompson kell, rohadjatok ketté. Hát nem igaz. Csodálkoznak, hogyha elégedetlen vagyok. Saját pénzből meg nem vehetek, Thompson, de akkor el kell számolnom Sarának. Hol vagy? Hol vagy? Ő ott ugrhat föld, elméletben. Itt vagy. Hey there, boys. I have something here for you. Something special today. Yeah, I like it. Looks pretty good. You can get into it this way. Igen. De jó. Milyen ügyes vagy. Yeah, okay. We can do that. Thanks, Ralphie. Hey, it's nothing. That's nice. Ezek meg itt várnak és figyelnek. Na. Húzzatok befelé! Bocsi, Ralfi, szándékosan csináltam, és még ide is jön, hogy duplán elüssem a köcsögöt. De még ez is mekkora, hogy belerakták még ezt is, hogy esetleg véletlenül elütöm, vagy meglövöm, vagy megütöm, vagy bármi, akkor még benne van a fájdalomhang is. Ja, mindenre gondoltak itt igazából a készítők. Jó, felmentem meg. Kussolja be. Na, úgy visszatérve egy a barát dologra, hát
Ez megint csak egy bonyolult téma, és az a baj, hogy így egyedül nehezebb így kifejteni a véleményemet, mint hogyha valakivel ilyenkor beszélgetnék. Úgyhogy most erről egyelőre ennyit. Ez ugye emele, azért. Okay, okay, right here. This is perfect. Since we're all here, I want to ask you both something. What's on your mind? Well, I got this idea. I might need you to do a little job with me. Oh yeah? What's the deal? Well, it's a big deal actually. I can't manage it alone. You're my good buddies. We know each other, you know? And Salieri? He know about this? Nah, he doesn't, and he doesn't need to know. He's already got enough money. So, what's it all about? Well, I was checking out this bank. What? What? Cool it, it's okay. This bank isn't too secure. It's just a little joint. At the end of the month, they always have a big pile of money in the safe. We'd be pretty loaded if we pulled it off. Or we'd all be dead. What's the matter with you? Besides, we've got plenty of money. Bull, we ain't doing bad, but we sure aren't loaded. Salieri ain't a bad boss, but once in a while I like to make some decent dough on the side. Not some tiny share. I'm not sure it's such a great plan, Paulie. What do you say, Sam? Count me out. The family's pretty important to me. Yeah, right. You're probably right. Forget about it. I was just thinking out loud. Okay, good. Okay, I think it's time. I'll go get ready. I'll be back in a while. Tom, let's get to the harbor. Igen, itt megint előjön az, hogy kiben bízhatunk, kiben nem. Kettő... hangosan gondolkodtam. Az, hogy ez a hangosan gondolkodással egy problémám van, hogy hiába gondolkodsz hangosan. Ez visszajuthat a főnök fülébe, ha egyszer már kimondtad. Meg itt is mennyire érződött az, hogy akinek jól megy a sora, az nem fog kockáztatni. Tehát fontos, a szemnek fontosabb a család, tehát úgy a barátok. Tominak meg ott van a maga a család. Úgyhogy ezt végig is meg tudom érteni, hogy ők egyből igazából nemet is mondtak erre az egészre. Póli meg igazából ő is kezd elszállni magától, mert egyre többet és többet akar a kapzsiság. Ó, oh, bazd meg. Now, wait here for a truck and then follow it. We'll overtake in a safe spot and take what we need. Már is felejtettem, hogy mutatom meg az iratokat. Fú. Zimbe. Azt elfelejtettem, hogy mutatom meg az iratokat. Arról a életbe. Mindegy, majd megnézem. Én már tudom, hogy hova kell menni, úgyhogy egyből oda is megyek. Most legyen! Annyival hajtok, amennyivel én akarok. Te csak ne pofázzál az én dolgomba. In here. Whoa, one more time you ain't get up again. Igen. Egyszer ezt szépen bekaptam mondjuk.
Szerencsére arra van pár medkit, úgyhogy... Ez hihetetlen! Hogy lehet egy játékban ennyi bug? És itt meg... itt befagy! Ez hihetetlen! És befagy, bazd meg! Itt áll meg a kocsi! Ott kellett volna kiszedni, és egy nem lett... Wait here for a truck and then follow it. We'll overtake in a safe spot and take what we need. Ezt annyira gyűlölöm. És kipróbálok egy másik taktikát, kíváncsi vagyok. Mert a kocsi ott megy be, viszont a másik oldalon fog kijönni. Igen, itt megy be, de itt jön ki, itt állítom meg. Igen, csak most befullad. Őt miért nem bünteted meg ilyenkor? Erre kíváncsi vagyok, befagysz? Nem! Jós, de persze nem fagy be! Rohadjál meg! Ők pakolnak le? Lepakolnak! Le is pakolnak, bazd meg! Én meg végig szarakodtam a lepakolással a kurva szátok! Jó, de sok idő még így is, mire ezek lepakolnak. Cseszki. Igen, azért fagyott be, mert én azokat ott kinyírtam. És így ez meg már viszont féltek. Igen, ezt viszont nem kalkulálták bele a játékba, mert ők úgy számítottak, hogy követtem a teherautót. Tehát az első végigjátszás szintén számítják a dolgot. Igen, és akkor már csak nekem... aha. Igen, erre jön. Leave me alone! Stop
get those papers. Give us your papers and nothing will happen to you. I didn't do none of you. I don't have anything. Don't kill me. I got a wife and children. Bazd meg, és be kell menekülnöd. I'll meet Sam and we'll wait for you. Good luck, Tom. Kösz! Hogy is mutatod meg a papírokat, bazd meg? Stop right there. Show me your license. Aha. Alright, you can go. Jó van. Kusi van. Mondj csak a F-et kellett megnyomni. Mindig nem jó. Jó, most a jó. És van annyi. Igen, beszélek az Ipsével, lesz annyi időm, hogy felvakoljak. Where are you going? Why are you standing around doing nothing? We need all hands on deck today. I need you to take those crates down to the dispatch hall. I'm gonna go take a leak, and it better be done when I get back. Yes, Chief. Miért nem pakolod le? Azért. Jó, a eldobást gombot kell nyomni. Hogy? Mindjárt visszajön ez a pöcs. Where are you taking that? No one's allowed to even touch those crates. I thought you were acting a bit fishy. Guard! Now you die! Chesnut. Ott már 10-en van, bazd meg!
Kell, nem fogom tudni így megcsinálni. Jó van. Where are you going? Why are you standing around doing nothing? We need all hands on deck today. I need you to take those crates down to the dispatch hall. I'm gonna go take a leak, and it better be done when I get back. Yes, chief. Itt nagyon tetszik ez az egész hang. Yes, chief. Most muszáj nekem itt megcsinálni, mert csak utána tudok az ipsével szarakodni. Ja, persze, tudok segítséget is kérni. Az meg. Hey fellas, what can I do for you, buddy? Boys, we need to carry those crates down to the dispatch hall. All right then. Okay, let's go, boys. De csak egy van. Ez egy let's go, boys. Csak egy boys van ott, baszki. Ezt majd ők megcsinálják akkor. Én most itt hiába szarakodok. Nekem nem fogja. Tessék, nem fogja. Akkor ezt majd ők megcsinálják. Igen, ők megcsinálták, nekik sikerült. Nekem nem, furcsa mód. Tessék, nekem nem. Ahogy az ott bebegoljon, csezd meg. Ez a kettő pedig az övék. És akkor azt ők megcsinálják, te ennyi volt. Talán pedig az a rohadék megint el fog menni, mert azt mondják, azt mondom neki, hogy hívjál ki valahova, aztán el fog onnan innen húzni, és ott évig nekem lesz időm szarakodni. Igen, most visszamennek. Váznak tovább. Fine, but you threw them here like trash. Mindig belekötnek valamibe a főnökök. Hey fellas, what can I do for you, buddy? Nothing. Oh! Oh, ha, ho! Igen, most visszamegy. Smokey. Chief! Boys of the train, they need you. They're having some problems. I should have known. As soon as I turn my back, everybody immediately goofs off. Ah! Menjél már! Ez hihetetlen, bazd meg. Most bebágolt? Bazd meg! Megint megszivattam magam! A rohadt bágos kurva anyádat! Na, megpróbálom.
Azt a büdös! Négy lövés voltam, vagy öt. A kurva anyádat. És egyből betalált. Chief, boys of the train, they need you. They're having some problems. I should have known. As soon as I turn my back, everybody immediately goofs off. Most ezen kipróbálom. Ha már úgyis ennyi időt elbasztam. Hey fellas. What can I do for you, buddy? Nothing. Azt hittem sikerül. Na. Akkor mindegy leszorom. Megoldom egyedül. Show me your license. You're carrying something completely different than what these papers say. Get him. Get him. Anyád. 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 És mind a két kerekemet sikerült kilőniük. Ez jó ház, ez tetszik. Jak čas mě. Ezt vazd meg. Kettő energiám maradt, bazd meg. Kettő. Azt a kurva anyád! Mindegy, nem baj, legalább föl van véve. Föl van véve, ugye? Sam's going to get Salieri. Viszont sosem kapok jó fegyvereket, ezeknél viszont vannak jó. Ez az, úgy, az nem kell nekem. Jó. Csezd meg! Mi van már?
Kust legyen rendőr bácsi. Mondom, hogy kust legyen. Ha nem ért a szép szóból. Okay, we're going. Jó, lesz arra még vissza, mert kit érdekel. Vagy jön, vagy nem. De van szervi. Sztori vény is úgyis ott lesz. A kárpe bebolt, most a játék a kárnak. Csak nagyon az, amiatt begoljon be, hogy Sam nem jött utánunk. Today was just great. While you two messed around, I carried at least a ton of crates surrounded by guys with guns. Somebody had to do it, and you're the youngest. Sam always has the bright ideas. Oh, so it's Sam. Next time, you can unload the truck. I ain't touching another crate. Well, we'll see about that. Legközelebb, na igen. Az most nem merek ezzel szarakodni. Anyád! És... egyébként komolyabb fizika lenne a játékban, és itt felhajtanék a hídon, az összes doboz lejönne. Leborulna, leesne a kocsira. Mivel azt tudjuk, hogy legalább aki ismeri a sztorit, és gondolom elég sokan vannak így, a ládákban gyémántok vannak. Szivarok közé rejtve. Ja, arra lennék kíváncsi, hogy Szaléri mit akart a gyémántokkal? Kinek akart őket elbasszolni, ha az egész várost ő irányítja? Na, hogyha az egész város az övé, akkor igazából nincs vetítás. Hogy külföldön akart üzletelni? Biztos New York-a? De... idegesítő lenne, még a vonat is meg kéne várni. Perfect, we did it! Good. Now we can finally see what's inside these crates. Good idea. Hope it didn't get damaged on the way. Na lássuk. Egyébként nagyon bejönnek a hangok. Nincs meg ott az animáció igazából, tehát hogy a... Jó, az megvan, hogy kinyitja, és hangot hozzárakják, de az nincs ott a kötél. So we'll straighten it out. Damn! I messed that up. What the hell are you doing? What? I dropped a few things, nothing big. Hey, Box, what do you got inside? Christ! Tom, you ain't gonna believe this! What is it? What's inside those boxes? Damn,
Are you thinking what I'm thinking? Well, they don't look like cigars. And it's definitely not rock candy. Those are diamonds, and a hell of a lot of them. What if they're just phonies? You know, they exchange cigars for mirrors, props, beads, stuff like that. I think only Columbus got away with that. These look like diamonds, Tom. There's a hell of a lot of them. I knew Salieri wouldn't risk so much for some damn cigars. Well, it looks like you were right. What do you want to do? Should we take them? What? You think we'd get away with it? Well, we could say that some crates got lost in the chase. Or... You can forget that. That's bullshit. Put them back where you found them. I don't want to end up with a hole in my head. If we just took one or two each, and there's so many. Pauly. Okay, I'll put them back. What if Salieri doesn't even know about them? I think we can easily find out if he knows. How? Sam's bringing him here right now. Come, we'll see firsthand if he knows. Bravo, boys. You did it. You got a well-deserved bonus coming your way. Ah, one crate got broke, but it's nothing. Looks like these ones at the back are okay. Bravo, bravo. Boss, should we unload the crates and put the cigars into the warehouse? No, not yet. Anyway, why should you do it? I can get someone else. You want to work at my warehouse, too? Nah, go take it real easy, boys. Tipikus hatalomvágy, csak ne övé minden. Good work. Paulie? Huh? I'll stop by tomorrow and we can talk about that little deal you mentioned. Yeah. Okay. The next day, I went to Paulie's like we arranged. So what, Tom? What's with the sudden change of heart? I didn't think you wanted to do it. That was when I still thought that Salieri wasn't using us. Now I know that he is. Well, you're certainly right there. So would you do the bank? What about Sam? Hey, you heard him. He's worried about what might happen and the Don coming after us. So if you want to do it, it's just you and me. What do you have to say? First, I'd like to see this bank. Then I'll listen to your plan. Fine. We can go and look at it right now. Okay, let's go. Jegyzetfüzet. Tetszik ez a jegyzetfüzet valamiért. Nagyon látja. Viszont tetszik Pólinak lakása. Van itt minden igazából. Ágya van. Tévéje nincs. És akkoriban még nem is volt nagyon senkinél se. Rádiója van. Piája. Teljesen. De jó. Be van rendezve és annyira átjön. De viszont könyvet nem találtam. Ez az egy úgymond hiányosság, hogy nincs egyetlen egy könyv sem. Mondjuk ő is, nem is lehet sokat otthon. Follow me. We'll take the train. It ain't far. Hát igen, magas vasúttal megyünk. Ja, persze, hogy megyünk. Azt hittem előre mész. És muszáj a nyomában lenni, ez... Az, hogyha meg nagyon előre megyek, akkor meg... Előre tudok nagyon menni? Nem fog érte beszólni?
Nem néztem át, hogy jön-e valami, de kit érdekel. Jó, nem fog. Akkor jó. Ő marad le, nem én. Orientál bír. Hát igen, ma bárha feldöntöm, még azokból is jön. Hullik a szemét. Hoppá, hol vagyunk? Little Italy. Kicsi Itália. Igen, kicsi Itáliában vagyunk. Igen. Hol vagy már? Itt vagy már? Ott vagy már. Hol. Na, mindjárt jön is. Ahogy kb. Paul így odaér a fához, a lépcsőhöz, elkezd jönni a cucc, ugye? Na. Na, mikor jön? 5, 4, 3, 2, 1, igen. Paul, inkább, igen. Jó. No. Ez mondjuk ki van, el van időzítve. Hogy jön, bazd meg? Na, mint aki a parkát csóválja, bazd meg. LHRR. Na, ez gyorsan megy. Legalább hamar ott vagyunk. Ezt viszont tetszik, nincsenek rajta sokan. Nagyon bejön. Igen. Na, pofázzuk picit. Be there in a few minutes. So how's everything going? Aside from the last few jobs, pretty boring. Of course, my kid keeps things interesting. You know, I actually envy you. I gotta find a dame and stop making babies. When I look at my life, I don't seem to be doing much. There you go. Hang out, go to parties. I'm getting pretty bored with it. Problem is, I don't know how to do anything else. I think most people would like to change. Everybody imagines the adventures and dough they see in movies. There's nothing about the boring deal making. Always having to negotiate deals with people and they can't make notes of anything because of the cops. So I have to remember all of it. I ain't 20 no more and I'm starting to forget. Sometimes I don't know who promised me what or who I let what. And as a result, someone always messes with me and I lose out on the dough. It just pisses me off. Well, we still have the excitement. Oh, that's the worst. Nothing happens for 6 months. You start to get lazy and suddenly, boom, some action. Don't think I ain't worried something might happen to us. So what are we supposed to do? This will be our last big job. Be enough to get me a pizzeria someplace. You know, something. Oh, really? Wait a minute. És mindig öltönyben van. Jó kinézetű pöcs. Kíváncsi vagyok, ha én is mindig öltönyben lennék. Megnőne a tekintélyem, vagy valami? Kétlem. Igen. Senki? Az ott leszállt. Na, semmi katai pofázás nincsen. De hogy követ a fejével? Hiába, ez a játék egy örökzöld. Ez egy klasszikus. És egy nap ez is megír, meg fog élni egy felújítást, teljes újrahúzást. Grafikailag, mert ez tényleg egy olyan játék, ami megírja ezt. Megírja a befektetést, mert sok embernek tetszik. Az, hogy nem pofázzuk végig az egész időt. Majd, New York. Nem, a Dumb-Tumnál fogunk leszállni, mert ott a bank, aha, igen. Get ready, we're getting off here. Oké. Lenti torony. Hát igen, sok a toronyház. Hops. Egy torony sincs itt. Nek a helye. Az első nemzetközi bank. National. Fú. Na, az nem a nemzetközi. Nemzetközi? A francs tudja. Szóval azt hiszem az nemzetközi jelent. National. Na, National Geographic. Első világbank.
vagy ilyesmi. De mondjuk tetszik a bank, jó. És be, elő is jó. És annak idején még tényleg ez volt, nem az, hogy kártyával fizettünk. Hanem tényleg, itt voltak a poénok. So this is it. It ain't too big, it ain't too small. Let's take a look inside. Good day. Kussolj. Jók a... Jók a hangok. Okay. We'll start here in the hall. Run in here and shout that it's a raid. Those two guards will probably just give up. If they want to play heroes, liquidate them. As soon as they're out of the way, we gotta get the keys to the safe. We'll have to find out where they are. From the clerks. That's it. I'm through with this bank. I think they'll talk up the guns at their heads. You go through that door, behind the counter. If go to hell! The door leads to a corridor. On the right is a staircase down to the safe, and upstairs to the office. If you have the keys, go straight to the safe. Otherwise, you'd have to get them somewhere upstairs. Downstairs, there will probably be more security guards. You'll have to deal with them alone while I keep everything in check upstairs. Downstairs, there's a large safe which you got unlocked. And you just gotta get the dough and get out. That's everything. Okay. Let's go. We better get out of here. My aim is to build a big fun park in Hoboken. You know, restaurant, dance hall, picture house. I want to give the people who live there the chance. Ez nem lett feliratozva, pedig egy kis kencsőnek, hogy miket mondanak. Goodbye. Ezt lehet. Itt megpofázunk egy picit. Save. Desport room, igen. The bank is connected to the home security system. But even with radio, cars can't get here for 5 minutes. That means we'll have 5 minutes from the time we get in to do everything and then disappear. We're gonna need some wheels. It's stupid to get a car from Ralphie, because he'll tell Salieri. You'll have to get a good, fast set of wheels, Tommy. For you, that shouldn't be a problem. No, it shouldn't. I think Lucas would know something. Okay. Try to get something fast. We'll need it. I guess they won't just let us leave. Even if we get out of the bank in time, we could still meet the cops in the city. And how do you want to deal with them? We'll head to an abandoned joint right in Hoboken. It has Palmero Club written on the wall. Great. There's still a little problem with guns. I have my own stuff, but you don't. We'll need to get some kind of heater. I think I know a place you can pick one up. Where's that? It's pretty far. It's probably best to go by train. Get on here and then go to Hoboken. Get off at the central Hoboken station. I'm going the direction from which you came by the train, to the nearest crossroads. Under the elevated railway, there's a road. Follow that and turn left at the next road. You'll see an old movie house called the Twister. At the side entrance, you'll find Yellow Pete's shop. Tell him I sent you. He should have something. I'll do that now. I'll get some weapons, then the car, then I'll stop by your place. Yeah. Pull in front of the building and honk your horn. The janitor is always locking the door. I'll come down and we'll go. I'll see you later. Jó van. Viszont akkor először is... Csezd meg. Helyes. Egy autó kell nekem. Hol van egy autó? Ide egy autó jöhet nekem. Ha-ho, autó! Erre gyere autó, az jó is lesz. Szépen ide jössz és ellöplak. Kus legyen! Persze, hogy életben hagylak. A kocsit kell, nem az életed. Hát akkor, jó, először ide, majd utána Lukászhoz. Viszont tetszik maga a mozi. Ez is nagy. Rohadtul nagy. Még nem, annyira nem. Mert az egy mozinak sokkal hosszabbnak kéne lennie. Tehát mert eleve csak ennyi a mozi. Mondjuk annak idején ennyi is kellett, mégis nem volt nagy helyre szükség. De úgy kb. Dupla ekkora egy mai mozi.
do you want? Polly sent me. Oh, come in. Hát, de megint ez a körök. Háború sérült. Első világháború. Okay. Son, what brings you here? Polly sent me. We need some weapons. Right. Polly. Yeah, I know him. At least I think I know him. That short, moody guy, right? You could say that. Still working for Salieri? Yeah. Well, give that old Goomba my regards. Sure. Anyway, the weapons. Sure. Yeah, so what does Polly need? Hogy mire? Mondjuk egy Thompsonra. Erre semmi szüksége. Meg egy Coltra. És ennyi. That should be everything. Great. I won't keep you from your work, son. Now you say hello to Polly for me, eh? Sure. Thanks. És mehetünk is tovább. Ó, na, pofa be! Most van fegyverem, most befogod a pofádat. Te azt mondod, I said dob mood, én meg azt mondod, I said shut up. Hát a sok lövöldözéstől kicsit beakadt a forgalom. Ja, itt a, ott a csomagos, ez a csomagos lesz. Hey Luca, I need a powerful car and fast. Wow, hey, I was just about to call you. I also need a quick favor, and a car I have for you is definitely worth what it. What do you need? I promised to bring some guy a delivery and I can't get out of the shop today. Hey, could you take it to him? Okay, I ain't done no deliveries yet, sure. Now make sure nothing happens to the guy before you give it to him. He's passing it on to someone else, and if something happens to him, the whole deal's ruined. And is something likely to happen? Well, you know, you never can tell. Where do I find this guy? On the plot under the hoisting bridge crossing the downtown. His name's Dick. Before you give it to him, make sure he ain't followed. Igen, csak azt nem értem, hogy tudták meg azt, hogy követtek. Here it is. Hogy inkább szerintem Dicket figyelték. Engem. Amint megjelenik a küldönc, már érkezik is az erősítés. A fa be! Hát igen, ne szívjad, fújjad, ő azt is teszi. Jó az a hang. Ez az, visszafele is könnyű lesz menni. You Dick? Dick. My name's Big Dick. Sure. I got this. Great. Anyone tell you? I don't think so. No. Yeah? Then who are those guys? Shit. So? Show them what you got. You too, Big Dick. Soft as you look. You neither. What do you mean?
Nah, nothing. Don't worry about it. Enjoy yourself. Okay, fine. Send my regards to Lucas. Most szereztem autót Chaznek. Hát nem akarlak megölni. Az túl szép vagy. Sem tudom megcsinálni. Ez mennyire? Ah, és innen! Innen cseszed! Innen! Ah, bazd meg! Na jó, vágás jön. Ez az, sikerült is. Ha valaki ezt a tudát nyomja, amikor esküvői menetben megy, hú, egy idő, de idegesítő lett. Vagy épp, attól függ milyen... ...nótát nyom. Próbálja le, és próbál. Na. Jesus, Lucas. That was a close one. Hey, what happened? As soon as I got there, some hoods wanted to beat on us. Is Dick all right? Did you give him the package? Yeah, no problem. We took care of them together. And then he took off someplace. Oh, thank God. Oh, you don't know how grateful I am. I have a real beauty for you now. It's an American car from a German manufacturer. It's the best around these days. Well, it was certainly worth the risk. Where can I find it? Yesterday, I overheard a customer. Today, around this time, he's usually driving from Oakwood Junior High School to a meeting somewhere on Central Island. Then, follow him in where he parks, you simply take the car. Now, the locks will be your only problem. But I know you'll manage him, no trouble. Thanks, Lucas. Can't wait. Jó? Nyom nyom. Királyos, nyom nyom. Igen, most oda fölmegyek a jó francba. Nem szabad most több emeni 40-nél, alapsz? Meg az a jó kurva édesanyádat! És nem fog felengedni. Mi a faszért van ez lezárva? Az ünnepség miatt? Most mehetek körbe! Na jó, vágok egyet. Na, szerencsére időközben kiderült, hogy nem oda föl kell menni, azért van lezárva, hanem még egyelőre ide csak le kell menni. Vagy a következő Lucasnál kell majd fölfele mennem oda. Jó, a faszba. Itt még semmi sincs. Ez még egy sima ügy lesz. Ja, hogy az volt ott. Igen, az a köcső. Igen, ő az, aki kocsival van. Utána kell menni. Takarodj meg. Ő legalább betartja a sebességkorlátot. Így könnyű kicsinálni.
Hol van? Ennyit rólad? Jön, örültem. Köszi a kocsit. Na szóval, és akkor mehetek. Bólihoz. Akarod? Mindjárt lelőlek, bazd meg megint. Na jó van. Most lett elegem, bazd meg. Ne szívass ba- a kurva anyád! Bazd meg! Na ilyen se volt még. És pont a lámpaoszlopba bilincseltek meg. Ó, oh, bazd el, te szemét! Fuck you, bazd meg! Na jó, itt egy kurva nagyot fogok vágni. Egy kurvára nagyot.